Törökország katonai erejét is kézbe vetni, ha az északnyugat-szíriai Idlib tartományban a helyzet nem normalizálódik minél előbb, jelentette ki a török elnök pénteken. A szíriai hadsereg és a velük szövetséges orosz légierő annak ellenére nyomul előre és bombázza az ellenzéki fegyveresek utolsó bástyájának számító Idlibet, hogy Moszkva, valamint a mérsékelt felkelőket támogató Ankara január 12-én megegyeztek a tűzszünetről. Recep Tayyip Erdoğan emellett arra szólította fel a keresztény világot, hogy álljanak ki Jeruzsálemért, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette béketervét az izraeli-palesztin konfliktus vonatkozásában. Azok az arab országok, amelyek képesek beállni egy ilyen terv mögé, elárulják nem csak Jeruzsálemet, de az egész emberiséget is, közölte Erdoğan. Donald Trump előzőleg Izrael egy és oszthatatlan fővárosának nyilvánította Jeruzsálemet, és a történelmi várostól keletre fekvő városrészt tenné meg a palesztin állam fővárosának.